Apagyon az idei évben főként a lakosság életszínvonalát javító beruházásokat hajtottak végre. Az utak és a szennyvízhálózat korszerűsítése mellett zöldmezős beruházást és energetikai fejlesztést is végeztek a településen. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy 2015 az egy kiemelkedő év volt a település életében. Az elmúlt 25 évben összességében nem volt körülbelül annyi fejlesztési forrásunk, több mint egy 1,5 milliárd forint nagyságrendben valósultak meg fejlesztések. Ezek közül természetesen kiemelkedik a szennyvízberuházás, ami Apagy vonatkozásában 1 milliárdos nagyságrendű volt. 100%-ban kiépült a településen a szennyvízhálózat. A másik nagy beruházásunk volt egy ivóvízminőségjavító projektnek a végrehajtása, ezen is sikeresen túl vagyunk. Ezen túlmenően az önkormányzat saját beruházásában és pályázati keretei között megépült a művelődési házteleháznak egy energetikai fejlesztése, felújítása. Ennek a bekerülési összege 86 millió forint volt. Nagyon fontos volt, hogy a szennyvízberuházás kapcsán, ehhez kapcsolódóan a település 90%-án tudtuk az úgy belterületi útjainkat teljes mértékben új aszfaltbarítással ellátni. Ez nagyon nagy előrelépés az utak állapotában. Apagyon idén a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve sikerült egy műfüves pályát építeni a már korábban meglévő sportlétesítmény közelében. Ezt a pályát az óvodásoktól a felnőttekig mindenki használhatja, tette hozzá a polgármester. Továbbá elmondta, hogy a közmunkaprogramban is sikeres évet zártak. A közmunkaprogram keretében is 160 főt foglalkoztattunk közmunkásként. Közel 100 millió forintos nagyságrendű volt az a közmunkások által elvégzett munka, illetve amit a településre tudtunk fordítani. Ebben volt útparkázástól, mezőgazdasági útjavítástól, parkosítástól, mezőgazdasági tevékenységből bezárólag nagyon sok dolog. Értékes munkát végeztek a közmunkások, ami meg is látszik a településnek a rendezettségén, a fejlődési vonalain. Nem említettem még a fejlesztések között a körforgalom építését, ami nagyon, nagyon örülünkre elkészült, mert 2011 óta várunk erre a beruházásra. A nagyon belesett veszélyes csomópontnak a fejlesztése valósult meg. A jövő évben a terület és területfejlesztési operatív program megyét érintő pályázataiban turisztikai és energetikai beruházásokra pályáznak, valamint egy korábban elkezdődött kerékpárút fejlesztés folytatásához keresnek majd forrást Apagyon, mondta el a polgármester.